Sok szeretettel köszöntelek, Robi, és sok szeretettel köszöntöm a nézőket és a hallgatókat. Trauma sorozatunkban, ez most már a harmadik, negyedik rész, hogyha minden igaz, eljutottunk az első 7 traumatípusnak a kitárgyalásáig, és ebben a videóban folytatjuk. A 8-as számú traumával, ami nagyon érdekes trauma, méghozzá a természeti katasztrófák és csapások. Mi tartozik ezekhez a traumákhoz, és milyen következményekkel jár ezeknek a traumáknak az átélése, Robi? Ezek nagyon érdekes, mert ezek általában múlt életből jönnek, amikor, nehogy Isten, földrengést tapasztaltunk, vagy legyen az tűzhányó, vagy a árvíz, vagy valamilyen hasonló dolog, mindnyájan már átmentünk rengeteg ilyenen, csak ugye ez a radarernyőkön kívül esik, és ezek a traumák, mivel a természetnek eszméletlen a jeleje van, ezek nagyon-nagyon lesokkolnak minket. Tehát valamilyen szinten tiszteletre tanítanak minket, viszont a sok, amíg az nincs feloldva, és a trauma nincs elengedve, addig rettegni fogunk, még csak a gondolattól is, hogy mi lesz a következő földrengés lesz, mi lesz, hogyha megnyílik a föld. Most például itt Kaliforniában rengeteg olyan van, hogy ilyen sinkhole-ok, tehát ilyen lyukak, megnyílik az út, és egy stráda, és ott van egy 30 méter széles lyuk, és benne az autó. És utána van a tűzhányó, akkor ott vannak ugye a cunámik, akkor ott van a ciklon, a hurikán. Tehát ezek a természeti katasztrófák, ezek eléggé félelmetesek és nagyon nagy erejűek, de az az érdekes, hogy a bennünk, az elmének a program szerint ezeket mi ki tudjuk kerülni. Ezért a belső elme programozása ettől teljesen, ha kiürítjük és ezt a típusú traumatípust feloldjuk, akkor biztonságba kerülünk ezektől. És az történt, hogy most már több száz, több ezer éve, nem is tudom milyen messze, mert vagy a múltba, az történt, hogy nagyon integrálatlanul éltünk, vagy éltük az életünket. Ez azt jelenti, hogy ugye mindenki, én majd megyek az 5. dimenzióba, viszont mi történt az alacsonyabbak? Integrálatlanok. Még a 3. dimenziót is állandóan csak próbáljuk, tudod, szipulni, hogy hát a 3D-s matrix, ides évek többet, tudod. De a természet az az első dimenziónak egy aspektusát, az az első dimenzió, és ez teljesen idézőben szándékosan megvolt, vagy szeparálva volt tőlünk. Bármitől mi szeparálódva vagyunk, attól mi félünk, azt mi megvetjük. Akkor lehet a félremagyarázás, hogy tiszteljük, de nem tiszteljük, félünk tőle. És amikor ezt az... Mit szeparálódtunk a természettől, hiszen annak vagyunk a része. Igen, logikusan, de energetikailag szeparálva vagyunk. A legtöbb ember. Ez olyan finom. Ez olyan finom. Ezt úgy tervezték még a sötét erők, hogy ezt ne leljük fel. És energetikailag egy más síkon van a természet, mint ami síkon mi gondolkodunk. Ugye minden az elméből ered. És azt kell csinálni, hogy ezt az első dimenziót, ezt az aspektust, ezt integrálni kell bennük. Na most, amikor ez integrálódik, utána elkezdünk igazán gyógyulni, és a természetnek igazi részévé válunk. És ez azt is jelenti, ami nagyon érdekes, hogy az állatok, például a vadállatok is már sokkal idézőben szeridebbek lesznek velünk. Tehát nem fognak megtámadni a vaddisznók, hogyha integrálódik ezeket a részeket. Érzik azt, hogy része vagy. Mi azt támadjuk meg, amitől félünk, ami más. De ezért az integráció egy ilyen összefogó szó, egy átfogó szó, ami nagyon sok mindent jelent. Amikor minket integráltak vagyunk, és az első dimenzió integrál bennünk, a második integrált, a harmadik, és így tovább, akkor annyira részévé válunk, egyé válunk a természettel, hogy nem lesz ellenség. Amikor nincs ellenség, akkor már nem fog velünk megtörténni az, hogy minket elvisz a láva, vagy tudod, tehát akkor ezek a természetes katasztrófák, ezek lehetetlenné válnak. Nagyon érdekes nekem az előadásodban mesélsz arról, hogy a természet, illetve a föld anya, az tulajdonképpen egy ilyen női aspektus.
És amikor valaki a természeti katasztrófáktól fél, az azt jelenti, hogy a női destruktív erőktől fél. Oké. Hát ugye a női energiától nagyon sokan félnek. Úgy a férfiak, mint ahogy a nők félnek. És a destruktív energia azt jelenti, hogy érzelmileg ők annyira fel tudnak építeni egy érzelmet, és annyira gyorsan le tudnak redukálni egy érzelmet, hogy ez a teremtésnek egy ilyen aspektusai. Tehát amíg, és rengeteg férfi, aki fél az érzelmeitől, az fél a női aspektustól. De mi egy teremtő lény vagyunk, vagy teremtő lények vagyunk, és csak az érzelmeiken keresztül tudunk teremteni. És amíg ezek ilyen konfliktusosak, amíg ezek megoldatlanok, addig félni fogunk a teremtéstől. És az a hölgy, nő, aki fél ettől az aspektustól, az inkább ilyen fiúsabb, ilyen férfiasabb megjelenésben lesz, aki azt mondja, inkább logikusabb lesz. Az a férfi például, aki fél ettől az aspektustól, fél a nőnek, amit általában hisztinek neveznek, de ez nem hiszti, mikor a férfi integrált, akkor már látja, hogy a nőnek megvan a maga ilyen ciklikussága, az az érzelmi ciklikussága. A hormonváltozása. De minél integráltabb egy nő, annál kisebb ez a hullám. Tehát annál inkább, annál kevésbé fáj, és annál, hogy mondjam, idézőbe, hát várjál csak, dramatikusabb. Tehát annál látványosabb. Annál kevésbé látványos. Igen. Én azt vettem észre, hogy ha nincs férfi, aki megpiszkálna, akkor kevésbé hullámzom. Érdekes. A női energiáim. Igen. Csúnya férfi. Ez a piszkálódó férfi. Mit képzelnek? És van még egy nagyon érdekes aspektus, ha azt lehet, hogy majd megkérdezted volna, de hogy onnan is jön ki, hogy félünk a természettől, ugye ez egy alap, félünk a vadállattól, félünk a támadástól, félünk a katasztrófától, ezek már egy kifinomultabb aspektusai. Ugyanakkor a testünk, a fizikai testünk ennek az első dimenziónak egy kiterjesztése. És onnan tudjuk még felfedezni, hogy mi félünk a természettől, hogy nem szeretjük a testünket. Na most hány ilyen emberről tudunk? Mindenki szerintem ezen át kell, hogy menjen. És amit mi nem szeretünk a testünkbe, annak megvan egy maga szimbolikus aspektus, amit nem szeretünk a természetbe, amitől mi félünk, amit mi annak elutasítottunk, amitől mi szeparálva vagyunk, és akkor ezeket, mikor visszaintegráljuk, akkor jön egy olyan, hogy oké, van egy testem, szeretem, és tudni kell azt, hogy az elmény keresztül a testet mi idomítani tudjuk. Le tudunk fogyni, a szem színét meg lehet változtatni tudod parancsokkal. Neked milyen volt az eredeti szemszíned? Nem mondom meg. Azt hiszem barna. Nekem mindig is ilyen barnás szemem volt, vagy szemszínem volt. De tudod mit? Mikor kisrác voltam, egész kisrác, akkor kék volt. Mert tudod, a... Kisbabák kék szemmel születnek. Hát mindig. Úgy. Mert én egy német, apajágon német, és anyágon meg szerb keverék vagyok. Értem. Jó, akkor visszatérve a természeti katasztrófákra itt a szemszínről. Azt akartam még tőled kérdezni, mert hogy azon gondolkoztam, hogy azért vannak olyan földrajzi területek, amik azért igencsak ki vannak téve természeti katasztrófák veszélyének. Ugye értem, az alatt például a földrengéseket sajnos az elmúlt időszakban, ugye Törökországot például nagyon komolyan sújtotta, vagy ahogy beszéltünk róla, cunamiknak, árvíznek, vulkánkitörésnek, szélsőséges időjárásnak kitett területek, és amikor mondjuk történik egy ilyen katasztrófa, vagy ott azért ott mindenki traumatizálódik nagyon komolyan, mindenki mindenfajta komplex traumát átél, mert veszteségek érik, stb. Ez ilyenkor véletlenül összeadódik az egyéni feldolgozatlan traumák, vagy ez egy kollektív trauma, létezik ilyen, hogy kollektív trauma egyáltalán? Tehát mi van emögött a jelenség mögött, mert úgy érzem, hogy azért ez több annál, mint hogy valakinek van egy személyes feldolgozatlan traumája. Oké, tehát nagyon érdekes, és tényleg többsíkú a kérdés. Mivel most emelkedés van, és ahogy tudod, hallotta tőlem, ilyen még nem történt a teremtés történetében, ma már mindenki, aki emelkedik, olyan helyen van, hogy ő biztonságban van.
Oké, okay, tehát ez egy ilyen isteni teremtői terv, és aki ezeken a katasztrófák, vagy aki ezek a katasztrófákban megreked, annak a lélek szerződési volt az, hogy ő példát statuál, így mondják, statuál példát, igen, aki igen, példát statuál, jó. Megmutatja, és akkor ő igazándiból mint egy időség, mint egy lehetőséget bemutat nekünk. És vannak olyanok persze, hogy kollektív traumák, ezért nagyon fontos magunkat először kitakarítani, és mikor azt mondjuk, hogy már marha jó vagyunk, akkor jön a kollektív. Ja, gyertek még, és akkor ott még jön 10 000, tudod, ilyen cucc. És ahogy említettem, ma már mindenki, aki emelkedik, az már olyan földrajzi helyen van, hogy az emelkedő idősíkra tudjon lépni. Tehát, ahogy említett, vagy mondtam, hogy aki átmegy ezeken a katasztrófákon, az egyezmény és beleegyezés miatt megy át, ezeknek a katasztrófáknak most meg kell történni, most egyre több lesz. Mert ahogy alakul át a Föld, ahogy emelkedünk, a Földnek a belsejéből ilyen lerakódott, meg csomó minden energiának ki kell szabadulni, meg most, ahogy jönnek majd a Lamúria, meg ezek a régi Atlantis, ahogy jönnek újra fel, bizonyos dolgoknak meg kell változni a Földön. És rengeteg arany van belül, és az mind, ahogy a tűzhányók is majd föl fogják ezt hányni, akkor igazán milyen aranyvilágban fogunk élni. Ami arany az azért jó, mert az aranynak 528 Hz a frekvencia, ami a szeretet frekvenciája. Tehát minden ilyen isteni, teremtői vonalon fut, és minél több cucc van, ahogy említettem, a kókusztióban, annál kevésbé látjuk ennek az értelmét, és annál inkább félünk. De viszont kitakarítjuk a kókuszdiót, az elmét, akkor egyre komolyabb biztonságban leszünk. És ebben az az érdekes, Szonya, hogy aki ezt az üzenetet hallja, és érti, vagy úgy megpendít egy húrt, annak ezt meg kellett hallani, és az biztonságban lesz azáltal, hogy tudja követni a tanácsunkat. Értem. Én nem félek a természeti katasztrófáktól egyébként, úgyhogy remélem, hogy akkor jó helyen is vagyunk. Ja, remélem. Ugorjunk. Én mondok egy történetet, még San Diego-ban voltam, és lent olyan napon volt, hogy kicsit tele volt a hócipőm, de úgy jól voltam. Tudod, San Diego-ban nehéz depisnek lenni, lemegy az ember a tengerpartra, és amikor végtelenségig ellátsz, már jól is vagy. És jöttem haza, már jól voltam, és a piros lámpánál állok, egy ilyen nagyon, nagyon kocsiba volt, egy 5-ös BMW-n volt akkor, és így elkezdett így mozogni, de olyan földrengés volt. És ne tudd meg, hogy milyen rossz érzés. Már nem féltem, mint mondjuk 20 évvel azelőtt féltem volna, de nagyon kellemes nem volt. Mert nem tudod, mi a kimenetele, nem tudod, hogy megnyílik az utca, vagy elnyel, vagy stb. Tehát az egy kicsit olyan ciki volt. És utána hazamentem, és egy ilyen kétemeletes kondóba laktam a San Diego-ban, és akkor ott meg folytott, és recsegett, ropogott, de komolyan mondani, ilyen 20-30 centis ilyen kilengéssel mozgott az egész, és mert benn vagyok, hogy nézem, mert hála Istennek, akkor már egyedül álló voltam, ez az agybérzés után volt, nem volt semmilyen, tudod, ilyen csecsebecse a polcokon, tehát nem esett le semmi, de az nagyon-nagyon az olyan kicsit ijesztő volt. Nagyon igen, ijesztő, félelmetes. Nagyon kicsit. Félelmetes lehet egy ilyen élmény. Következő traumatípus a balesetek. Traumatípus, mi minden tartozik ide az autóbaleseteken, meg a személyi sérüléseken kívül, és mit üzen nekünk vele a teremtő? Ugye a balesetek, akkor vannak az autóbalesetek, vannak a sérülések, személyes sérülések, nehogy Isten valaki eszkábál, fabrikál, vagy dolgozik, mit tudom én, megvágja magát, ezek mind a baleset kategóriába tartoznak. Minden baleset, legyen ebbe a megrúgjuk a láb, az ágy lábát, ami egy úgynevezett valamilyen sérülés vagy baleset, az a teremtőtől, az univerzumtól egy olyan üzenet, hogy állj le, és nézd át a szitut. Ezt tudják, hogy egy minta megszakítás. Azt a szitut, amiben a baleset történik, vagy valami teljesen mást, ami mondjuk adott esetben abban az időszakban foglalkoztat minket? Amire minket az univerzum meg kell szakítsunk meg, azok a gondolatok, amik azelőtt voltak, vagy az a gondolat, amiről mi lehet, hogy nem is tudunk.
Tehát, mik a minták? Mikor valami elől futunk, tudod, az adrenalin, futunk a szabadság felé, futunk a következő vakációba, futunk emegem az esemény mellé, futunk az ex-től, futunk a jövő felé. Tudod, ez egész egy ilyen nagyon érdekes program. Ez az árva gyerek. És mitől futunk? Attól futunk, hogy ne legyen már több veszteségünk. Az árva gyerek az a veszteség traumájától fut. És akkor az univerzum azt mondja, hogy figyelj, állítsd le magad, ez így úgy fals, ahogy van, oda teszek eléd egy ágylábat, ez majd felhívja a figyelmedet. Ha ez nem, akkor küldök egy vonatot, tudod? És akkor az ember, amikor ezt tudja, akkor azt mondja, húha, tényleg akkor kicsit vissza kell fogni a tempóba, és akkor át kell vizsgálni az árva gyerek aspektusunkat, ez a nem vagyok elég aspektusunkat, a múltbeli dolgokat, tehát egy baleset igazándiból az egy minta megszakítás. Uh-huh. És minden minta, amit mi mintának hívunk, vagy ezek a traumák, ezek félelemmel teli minták. Uh-huh. Félünk a következő veszteségtől, a következő traumától, és akkor emiatt futunk. És így nem tudunk kibontakozni, tudod, így nem tudjuk az életet bevállalni. Az egész egy kompromisszum lesz. És akkor a baleset, ugye, ami nagyon-nagyon-nagyon ijesztő is lehet, a kedvesem is a traumakórházban dolgozott San Diego-ban, hát én ott elájulnék, az biztos. Mm. Tehát vannak nagyon brutális balesetek, de viszont tudod azt, hogy energetikailag az egy mint a megszakítás, hogy ne rohanj, dolgozz magadon, engedd el ezt a cuccost, aminek persze megvannak a technikája, meg a logikája, és utána van egy más aspektusod, amit nem elvileg, amit neked kéne, hogy csinálni. Tehát egy síkváltásra inspirál minket. Uh-huh. Említetted, hogy ott van mögötte ez a nem vagyok elég jó érzés. Ez megjelenhet úgy is, olyan alapérzésként, hogy nekem nem elég soha, vagy nem elég jó soha, ami van, és azért akarok újra és újra továbbállni, és menekülök, és keresem a következő szituációt, és onnan a következő? Nem. Tehát amikor bennünk vannak olyan hiedelmek, hogy nem vagyok elég jó, akkor eléggé polaritásos, vagy polaritásban, meg dualitásban látjuk a világot, akkor sokszor teljesen képzetlen emberekre, aki valami szinten, vagy valami oknál fogva mi fölnézünk, azt látjuk, hogy ő sokkal jobb, mint én. Magunkat mindig leredukáljuk, viszont ez előbb-utóbb átmegy, főleg mikor az ember a spiritualitás útjára tér, és akkor jön ez a spiri egónak egy kicsi, hogy akkor jön egy ilyen erőharc, hogy akkor én már elég jó vagyok, de te nem. És akkor jönnek ezek az úgynevezett versengések, a competition, hogy még a gyógyulatlan nem vagyok elég jó, mert az alatt van az árva gyerek, az ott vannak még több árnyék, amit nekünk integrálnunk kell, hogy ez az érzés ne is dominálja, ne is jöjjön fel bennünk. Tudod, én azért nem nagyon szeretek ilyen általános videókat csinálni, hogy gondolta arra, hogy nem vagy elég jó? Nem értek, mert tudom, hogy ott van 10 000 réteg, és azt mondom, hogy ez engem nem érdekel. Tudod, engem az érdekel, hogy segítsék az embereknek, értsék, hogy itt, meg itt, meg itt, meg itt, meg itt. Puff, ezt kiütök, bum, marha jó lesz ott fent. És át kell menni ezeken, tehát tényleg nincs, nem lehet ezeket kikerülni. Tényleg át kell érezni őket, meg kell tapasztalni, és akkor ugye, ami nagy hiány, nyosság volt eddig az, hogy nem volt rá technika, nem volt rá ez a mélyebb ismerettség, ez a mélyebb pszichológia. Mm-hmm. Igen, és akkor van egy videód is, amelyiken a balesetek okairól beszélsz, tehát ott részletesebben is kitárgyalod, vagy elmondod, hogy mi minden tartozik a balesetekhez. Azt azért szívből javaslom megnézni azoknak, akik esetleg nem látták volna, és kevés lenne, ami most itt elhangzott. Mert hogy én ugranék a következő traumatípusra, ami egy nagyon érdekes és komplex trauma, azt mondtad, és ez a szívtörésnek a traumája, amit ugye a magyarban szeretünk úgy kifejezni, hogy megszakad a szívem, tehát szívszakadás történik. Mesélj nekünk erről, légy szíves. Oké, ez nagyon érdekes, és 10 dolgot akarok mondani, csak egy szám van, de kezdem az elején, hogy
Ez egy ősi trauma. Ez mindegyikünkben ott van. Hadd használják egy kicsit ilyen áldozati nyelvezetet, csak azért, hogy tudjunk vele azonosulni. Ugye mindnyájunknak már összetörték a szívét. Ugye? Oké, összetörték a szívét. Na most ez nem ebből az életből jön, hanem ősidőkből, asztrál időkből, tehát ez már ott van. Nagyon-nagyon hosszú ideig. És az történik, hogy bármikor mi nekünk elvárásaink vannak mástól, tudod, akkor ezek az elvárások átmennek egy olyan erőharcba, amit nem látunk, hogy előbb-utóbb az a másik az ezt nem fogja teljesíteni, mert ezek a mi elvárásaink. Visszalép, és összetöri a saját szívét. Hát nem azt mondtad, hogy szeretsz. Hát engem ölelni kell. Hát mondd azt, hogy nincs kocka fej, tudod. És akkor az történik, hogy a saját szívünket összetörjük azért, mert bizonyos dolgokat, amit mi mástól elvártunk, nem kapunk meg. Emögött, ugye ott azért, mert más oldal az ego, megfuttat egy olyan síkon, olyan cudar és brutális dolgokat, hogy teljesen félre magyarázzuk az egészet, és folytatjuk a szívtörést. A saját szívünket törjük össze. Ez akkor is bekövetkezik, és azt hiszem, hogy ez is egy egyszerű példa, amikor megígérnek nekünk valamit. Azt mondjuk, figyelj, ez meg ez lesz. Tudod, tűzoltó leszel és katona. Ha! És mikor nem leszünk tűzoltó és katona, akkor összetörjük a szívünket. De hát azt mondtad, az ígéretek megszegése és a szív töréshez vezet. És igazándiból ez folyt a régi Matrixban. Megígérték, milliómos lehetsz. Hát a vonzás törvénye, hát az elme, minden. Hát milliómos, és nem lett milliómos, nem puf, egy újabb szívtörés. Minden, amit nekünk megígértek, és nem adatott meg, az egy szívtörés. Minden, amit mi elhittünk, hogy ez meg így lesz, és nem sikerült, ugye mi kudarcnak is nevezzük, de az is egy szívtörésnek egy verziója. És rongyá van tiporva a szívünk, mármint így energetikailag, persze együtt ott van, és az érdekes, hogy ennek, ugye nagyon, még vannak plusz pszichológiai lépések, amikor én gyógyítom ezt, nagyon sok szív problémához vezet, most ezt add össze, oké? Tehát aritmiához, szívritmus zavarhoz, akár infarktust is okoz. Tehát mikor valaki nekem azt mondja, hogy szívbajom van, akkor rögtön ez az az első trauma, amin megyek, de ahogy te is látod, hogy ezek azért eléggé szépen összeragaszt, vagy össze vannak így ragacsosodva, vagy összeállnak. Egyik nem lehet őket nagyon precíz ilyen ceruza vonallal elválasztani, mert egy kicsit ez, vannak átfedések. És ez a szívtörés, ugye akkor megint egy ego dű, egy ego dűroham, és egy ego úgynevezett ez a okolási valami. Látjuk azt a másikat, hogy te összetörted a szívem, viszont abszolút nem tudunk róla, hogy mi van lent a mélyben, ami a mi aspektusunk és a mi feladatunk. És ennek a feloldása nélkül soha nem tudjuk meggyógyítani. És ez azt jelenti, hogy újra és újra és újra generáljuk, és újra bevonzunk ezt az idézőjelbe, ezt a szívtörést, és nagyon fáj, tehát kifejezetten fáj a szívük. Ez egy nagyon-nagyon érdekes trauma, komplex és trükkös. Igen, úgy működik, mint egy ilyen szívroham, hogy így igen. Feszül a mellkas, nem kapunk levegőt, és úgy érzik, hogy igen. Elájulunk, és összeásunk. Tehát amikor jön egy olyan dolog, amikor szembesülnünk kell azzal, hogy csalódunk egyszerűen, mert hogy jól értelmezem, itt azt történik, hogy elvárásokat támasztunk, igényeink igen. vannak a másikkal szemben, aki meg ezt nem tudja teljesíteni, és utána valójában ezekben az elvárásainkban csalódunk. Tehát így törjük azokban össze saját magunknak a szívünket. Igen. És vannak olyan energetikai szálak még hátul, ugye az elmében, amit mi futtatunk, és nem tudunk róluk, és az okozza a szívtörést. Ez az, amikor arról beszélsz, hogy ugye benne vagyunk egy kapcsolatban, és már rájöttünk, hogy nem túl jó nekünk, és inkább kilépnénk, de mégsem tesszük meg, mert
bűntudatból, meg lelkiismeretből meg sajnáljuk a másikat, és előbb vagy utóbb egy olyan szituációt fog teremteni az elménk, hogy a másik fog velünk szakítani, és akkor őt Igen. fogjuk okolni. Igen. Pontosan, Mi tehát történik képzeld el, ilyenkor? ne arra, hogy nem hallottam. Mi történik ilyenkor? Ez volt csak a Azt kérdés. történik, ugye, hogy amíg a vibrációk és a rezgések aktívak, addig az ismétlődik. Az ego az arról szól, hogy próbál minket újabb és újabb traumának kitenni. Aktív a szívtörés? Az. Hát akkor gyere, akkor csináljuk újra. Ez marha jó, nem? És akkor bum. És azt csinálják, hogy akkor ugye a manipulatív alprogramon keresztül megnézzük ezt a másikat, most a partnerünket, azt mondják, hogy oké, megvárom, hogy lépjél. Mikor lépsz, akkor én majd behisztizek, és összetöröm a saját szívem, de rád fogom fogni. Tehát kiválasztjuk azt, hogy ki az, aki alkalmas arra, hogy csalódjunk benne, és tulajdonképpen, hogy te jó leszel, de pont csalódni fogok, de nagy vagy. Amíg a csalódásnak van egy nagyon érdekes pszichológiája, mert csináltam erről egyet a nemzeti átok, meg az öngyilkosság. A csalódás az egy olyan árnyat kent bennük, hogy tudják, hogy holtság, az angol deadness. És igazándiból, hogy például valaki elájul, az ennek az árny és az elengedett csalódásnak egy kombinációja. Voltam olyan kliense, hogy figyelj, összeestem, majdnem széttörtem a fejem. Bum, tudom, oda megyek, puf, megoldjuk. Egy óra múlva egy ülés alatt meg lehet oldani, tudod? És a szívtörés az azért nagyon érdekes, mert amit említettem, van olyan aspektusa, amit mi művelünk belül az elménkben, de nem tudjuk, a bűnös életben nem fedezzük föl, amíg valaki azt nem mondja neked, egy jó coach, hogy figyelj, erre gondoltál, hogy te még ezt is gondoltad? Nem. Erre gondoltál, hogy ezt még te is gondoltad? Nem. Hogy? És mikor ezeket feloldjuk, akkor szűnik meg ez a minta, tudod? És a szívtörés mellett akkor ugye ott van a többi, az elhagyatottság, akkor a cserbenhagyás, amiről még nem beszéltünk, de nagyon-nagyon érdekesen összefolyik. És amikor én dolgozom kliensekkel, akkor én jegyzetelek, és akkor felmondok, hogy ez, meg ez, meg ez, meg ez. Általában 5-6 ezekből a traumákból domináns, és akkor azokat, ha feloldja az ember, akkor túl tud lépni egy ilyen ősi, több évtizedes mintán. Tehát a szívtörést azt magunknak okozzuk. Beszélsz arról az előadásodban, hogy az ego az úgy működik ebben az esetben, mint egy ilyen kettős ügynök, fenevad, ami megakadályozza a gyógyulásunkat. Miért és hogyan csinálja ezt? Ha te megtudsz két dolgot, hogy ami az egónak szükséges, akkor utána látni fogod a stratégiáját. Onnan tudod, hogy az ego működik, hogy két érzelem van jelen. Az egyik a félelem, a másik a bűntudat. Oké? Okay? Tehát, hogy lehet bűntudatot termelni? Hát, úgy, hogy van időd. Nem mondunk igazat. Úgy, hogy valakit törbecsalunk. Úgy, hogy valakit, tudod. És akkor jönnek a dolgok. Tehát, Azért kell ez a tudatosság, hogy minél inkább tisztában tudjunk gondolkodni, hogy minél kevesebb bakit, hibát és bűntudatot termeljünk. Utána, miután nagyon sok már a bűntudat, nem látunk ki ebből a bennülünk ebben a raktárhelyiségben, ott van egy millió papír, mindegyik papírod van valami rá firkantva, és annyira döntésképtelenek vagyunk, mert a félelem ettől, meg ettől, meg ettől, meg ettől. Az egónak a legnagyobb félelme amúgy az, képzeld ezt a raktárhelyiséget, tudod, hogy felfedezik. Hogy felfedezik a stratégiáit, a taktikáit. Hogy ő őrjön, hogy ő a mi sikerünk árán, ő szeretné bebizonyítani azt, hogy tudod, ez meg ez. Azért kell ezeket a pszichológiai dolgokat tudni, és utána technikákat alkalmazva kivenni a programokat a tudatalattiból, hogy ez a nagy elefánt, vagy ez a gorilla, ez már nem a régi program szerint működjön. És amikor, hát ahogy tudom, mondtam, bűntudat és félelem, ez a kettő. Amikor ezek feljönnek az emberbe, akkor tudod azt, hogy ott van megoldani való.
az egónak van egy olyan trükkje is, tehát ez volt az alapszabály, és akkor az ego csinálta, hogy rámutatod, a te, ez a okol. Te törted össze a szívem, kirabolta. Tudod? Még egy érdekes dolgot szeretnék mondani, visszatérve a szívtörésre, hogy ugye megvan ennek a maga ilyen tilitoli pszichológiája, viszont az alsó alaksorban vannak olyan eloldatlan, megoldatlan úgynevezett árnyaink, amik ezt a szívtörést táplálják. Mondok egyet. Azt mondják, hogy tolvaj. Már mindenki lopott, mindenkit loptak meg, de amíg ez a rabló, a tolvaj nincs elengedve és integrálva bennünk, addig a szívtörésnek ad üzemanyagot. Hogy amikor kapcsolódik össze a kettő? Azért, mert az ego, ugye hát ahogy félelem meg bűntudat, hogy érezzük magunkat, amit ellopunk? Bűntudat. De jó, fú, oké, tehát én tök ez már jó, mert töltjük a tankot. Utána, ha valaki minket meglop, hogy érezzük magunkat? Hát vacakul. Vacakul, szívtörés. Mert hogy elvesztettünk valamit, elvettek igen. tőlünk valamit. Elvesztett tőlünk. Hát az a csúnya bácsi, hát állarca volt, és ránk, tudod. És akkor a tolvar, a rabló. És aki, amíg ezt nem integrálja magába, addig az hozzá lehet, hogy be fognak törni. Tehát mikor vannak olyan kliensek, hogy betörtek hozzám, semmi gond. Megoldjuk a tolvajt, a rablót, megoldjuk a szívtörést, és bum. Hát ez hihetetlen, ez megszűn. Hát persze megszűn. Rezgésben ott van. Jó, tehát ez egy érdekes, egy ilyen ismeretlen aspektus a pszichológiának, hogy a tolvaj, tolvajlás, tolvaló félelem, a mi gyógyulatlan tolvajságunk, ezeknek az aspektusai, ezek hozzájárulnak a szívtöréshez, és azt manifestálják. Majd van a magyarnak egy ilyen kifejezése, hogy elrabolja a másik szívét, vagy elrabolta a szívét. Igen, igen. Most már kezdem érteni. Igen, angolul is stole my heart. Igen, pontosan. Igen. Elrabolta. Rabold el a szívemet. Az, aha. Igen. Ami még nagyon érdekelne, mert azon gondolkoztam, hogy visszamenve a sztorinkhoz, ugye amikor én tök ügyesen kiválasztom magamnak azt az embert, vagy férfit, akiben majd jó nagyot csalódhatok, mert még nem dolgoztam föl a szívtöréses traumáimat, és ugye a másik ebbe bele fog menni, mert ugye ő is dolgozik valamivel, tehát szépen kapcsolódik ehhez a dologhoz is, és meg is engedi, hogy csalódjak benne, akkor ő benne mi dolgozik? Milyen programok futnak, milyen mintázat fut, milyen traumák? Hát attól függ, mindenkiben ott van, tudod, több tízezer valami, de képzeld el ezt úgy, mint ahogy a Shakespeare is mondta, hogy az egész világ egy színpad. Most ezt angolul akartam mondani, de remélem így jó volt, így magyaros volt. Tudod, all the world is a stage. És az a srác, akit te választasz, az neked egy olyan aspektus fog bemutatni, amit te még eddig vagy megoldatlanul hagytál, vagy már megoldottál, viszont jön egy teszt. Minden kapcsolatban a legesleg főbb dolog a párkapcsolatban, hogy mi a másikat meggyógyítsuk. Na most, ez hallottad tőlem, ez egy eszméletlen nagy feladat. És a másik meggyógyítása fölött még van egy olyan ígéretünk is a lélekszerződésben, hogy a másiknak megtanítunk dolgokat. Ami a másikban hiányosság, és nekünk nem tetszik, azt mi elfelejtettük a másiknak megtanítani. Megint egy ilyen egótrükk. Tudod? És amíg mi ezt nem tudjuk ennek a logikáját és a technikáját, és megoldani az elmén belül ugyanúgy a fizikai síkon, addig vissza fog térni ez az energia, mint karma. És nekem is rengeteg problémám volt. Tehát tudod, az ember azt hiszi, hogy fú, tök szép vagyok, kockarsammal, tudod, kajakozok, minden, gyere hugi, tudod, gyere kiscsillag, és akkor marha jó leszünk. És nem leszünk marha jó, mert a mézesetek után szétesik az egész, és az erőharc tartományába találjuk magunkat, és ott tényleg, ha van jó mentor az embernek, akkor nagyon jól, eszméletlen, hogy mondjam én, mókásan ki lehet lábalni ebből a lélekszerződési, meg karmikus ciklusból, de nem tudjuk, akkor hát ismered, te is voltál éppeleget ilyen szituban, hogy
Tudom, még egyet szól, és akkor egyre beleszól persze az elhagyatottság. Na, még egyet szólsz, én nem megyek. Jó. Robi, lehetséges, hogy beléd folytottam a szót itt-ott, tehát megadom a lehetőséget most, hogy befejezd. Ha szívtörések kapcsán szeretnél még mondani valamit. Hát azt hiszem, elmondtam mindent, még azt is elmondtam, hogy ugye akinek szív problémája van, vagy szív elégtelensége, vagy szívritmus zavar, az mindig annak egy aspektusa. Ezek a traumák mindnyájunkban ott vannak. Mindnyájunk, és ezek ősi traumák. Tudom, hogy említettem már a beszélgetésünkben, hogy enyém, nem enyém, tied, nem tied, tök mindegy. Ott van ezek. Ha rajtunk megjelenik, akkor az univerzum megkért minket arra, hogy oldjuk fel, tanuljuk meg hogyan, és mikor megoldjuk, akkor egy sokkal érettebb, és egy gyógyultabb, és egy egészségesebb állapotba kerülünk, és akkor utána tudod, ott utána lesz buli az élet. Ja. Még egy utolsó kérdés, azért csak eszembe jutott. A beleszületett szív problémáknál mi a helyzet? Tehát amikor már ugye egy kis beba úgy születik, hogy valami komoly szív problémája van, ott is szívtöréses, feloldatlan trauma jön, vagy esetleg az anyának, vagy az apának, vagy a szülőknek valami problémája? Igen, ez nagyon jó. Minden gyermek, szülő, párkapcsolat az a lélekszerződés szerint nagyon precíz logikával működik. Nagyon sokszor, mikor egy kisbaba szív problémával születik, az általában azért van, ahogy te is mondtad, lehet, hogy hoz magával valami batyut múlt életekből, de legfőképp azért van, hogy a szülőknek, a szülőket ébreszer, hogy nekik ott van a szívtörés traumája. Nagyon sok kisgyerek bevállalja azt, hogy oké, megszületek, betegen, tudod, ez meg ezzel az állapotban, azért, hogy neked meg tudja mutatni, amire te, ha ráébredsz, és meggyógyod magad, azon kereszt az időség a töltődésünk, vagy mozgásunk keresztül engem is meg tudsz gyógyítani. Milyen érdekes ez a halmozás, hogy ott van a szívtörés traumája a szülőben, és születik egy baba betegen, akár szívbetegséggel, ami egy még nagyobb szívtörés a szülőnek. Igen. Tehát ez olyan, hogy ez az olaj a tűzre gyakorlatilag, tehát egyre Igen. nagyobb pofonok, addig, ameddig nem sikerül átbillenni, vagy megérteni, mit kell feldolgozni. Ez így van. És látod, hogy amikor az ember már ismeri a kifinomultabb logikát, meg a precízebb pszichológiát, a spirituális pszichológiát, utána már nincs lehetetlen. De ameddig az élet úgy jön felénk, és bánt, és fáj, és tudod, már omlik ránk a ház, addig olyan unfairnek, olyan könyörtelenek tűnik az élet. Igen, én ilyenkor szoktam azt hiszem leülni, és azt mondani, hogy jó Istenem, megadom magam. Csinálom. Igen. Bármit kérsz. Robi, Igen. nagyon szépen köszönöm ezt a kifejezetten élménydús beszélgetést mára is, és innen folytatjuk a következő traumával legközelebb. Okay, köszönöm szépen a figyelmet mindannyiótoknak, és további szép napot kívánok. Szép estét.